Másodszor rendeztek Balkánestet Kőbányán. A városban élő bolgár, görög és szerb nemzetiségek az önkormányzat támogatásával szervezték meg a hangulatos fesztivált a Méjtó partján. A Buzuki hangjaival kezdődött hivatalosan a Balká hangulatot teremtő rendezvény. Az alkalmi pengető Kovács Róbert Kőbánya polgármestere volt. Ahogy az már lenni szokott, a buzuki hangjaira megmozdultak a táncosok. Σαν την πιο βαθιά λαχτάρα μου οδηγούσε πέρα απ' τη χαρά. Και τώρα στον αγώνα ξανά απ' την αρχή. Φόρτσα στο πετάλι να έρθουν εκεί. A Balkánesten Kollátosz Jorgosz, a kőbányai görög önkormányzat elnöke arról is beszélt, hogy az egykor több generációval előbb Magyarországra települt családok leszármazottai szeretik Kőbányát, az otthonukat. A fellépők, a szervezők nevében kijelenthetem, hogy nagy örömöt jelent számunkra, hogy ebben a szép környezetben szólalnak meg a Balkán hangjai. Ma bizonyítani fogjuk, hogy a közös szláv, szerb, bolgár, görög kultúra szorosan összeköt minket, annak ellenére, hogy évszázadok óta a mai napig a nagyhatalmak, amikor érdekük kívánja, egymás ellen próbálnak hangolni minket, másodragú polgárként tekintve ránk. A mi felelősségünk, hogy azt keressük, ami összeköt, és ne azt, ami szép válasz minket. A szerb kultúra ifjú követeiként táncosok érkeztek Belgrádból Kőbányára. Thank you.
Kőbánya polgármestere Kovács Róbert Kőbánya sokszínűségéről beszélt. Jorgosz is említette, hogy Kőbánya egy nagyon-nagyon színes város. Színes város, ha azt vizsgáljuk, hogy milyen lakókörnyezetei vannak. Lakótelepek, családi házak, kertes házak váltják egymást. Látunk prosperáló ipari üzemeket, és látunk sajnos olyan barna övezeteket, rozsda övezeteket, ahol már nem működik az ipar. Színes a város, színesek vagyunk. Rengeteg érték van a városban, nagyon fontos, hogy ezek értékek megtalálják egymást. És a mai estén azt gondolom, hogy egy értékközösségben tudunk együtt tölteni egy pár órát. Tisztelettel köszöntöm a Litóróból jelenlévő, görög testvérágyból jelenlévő vendégeinket, a fellépő művészeket, alpolgármester urat, de köszöntöm a Szerbiából érkező fellépő művészeket is, és köszöntöm a bolgár közösség, a helyi bolgár közösség fellépő művészeit is. Biztos vagyok benne, hogy felejthetetlen estének, élménynek nézünk elébe a mai estén is, így volt ez a tavalyi esztendőben is. A tánc, a zene, a gasztronómia, számos olyan emléket ébreszt bennünk, amelyet megtapasztaltunk akár egy-egy bulgáriai utazás során, akár egy-egy görög tengerparti nyaralás során, vagy akár egy Magyarországon szervezett görög táncestem. Zorba dallamai fölcsendülnek, akkor azt gondolom, hogy mindenkinek megindul a lábában a mozgás és táncra készített mindannyiunkat. Kívánom, hogy egy nagyon szép estét töltsünk együtt, és mindazokat az értékeket őrizzük, amelyek összekötnek minket. Ezen értékek mentén szervezzük, tervezzük a jövőt. Azt gondolom, hogy csak az lehet a jövőnek az útja, és semmi más. A bolgár kultúrkincsből ezúttal a Hagabi együttestől egy jazzes ízelítőt is kaptak a kőbányaiak.